számítógép vezérelt. A színházban semmi sem az, aminek látszik, a lepel azonban most sok mindenről lehult. Ez a csoda! A közönség egy különleges bemutatón ismerkedhetett meg a színpadi technika ördögével. Középső tárcsa forog. A színpadi varázslatnak Kozári Ferenc segítségével bárki részese lehetett az évadnyitó mulatságon. A mesék birodalma nem csak a színpadig terjedt ezen a napon, a bejáratnál ugyanis Úz, a Bádogember és például a Boszorkány fogadta az érkezőket. A szemfülesek aláírást gyűjthettek tőlük, vagy akár fényképen is megörökíthették a pillanatot. A Dorotté tetszik, mert az neki ilyen szimpatikus, nem ilyen hülye mozgó, mert az a ruhája. A játékot a kicsik mellett a nagyobb gyerekek is élvezték. A Bádogember szerint azért, mert mindenki titkol valamit, ami ilyenkor gond nélkül a felszínre törhet. Mindenki megtalálja benne azt, ami belül van. Ugye mindenki titkol valamit. Azért, mert lehet, hogy túl sok van, és akkor eltitkoljuk, és akkor nagyon macsók leszünk. Márhogy az életben. A sárga út a következő időszakban tehát a Vörös Marti Színházba vezet. Az Óz a nagy varázsló meséjét itt ugyanis jövő héten kedden és szerdán, illetve a hétvégén is megtekinthetik az érdeklődők.